Elég széles repertoár tekinthetünk meg. Egyebek mellett légirányítók, felderítők, orvosok és ápolók, összesen 46-an indulnak a hétvégén misszióba. Főként Afganisztánba mennek, de indulnak katonák Koszovóba, Libanonba és Marokkó mellé is. A kiküldetésbe induló katonák több mint 60%-a már végzett korábban missziós tevékenységet. A honvédeket Tómján László vezérőrnagy búcsúztatta. Mint mondta, stratégiai jelentősége van a Magyar Honvédség missziós tevékenységének. Ez a Magyar Honvédség életének a motorja. És hát ennek köszönhető az is meggyőződésem, hogy az elmúlt 20 évben volt varsói szerződés magyar néphadseregéből, ma már a Nemzetközi Szövetség, mind a NATO, mind az Európai Unió közösségének, katonaközössége belül a Magyar Honvédség elismert tagja. Macó Tibor zászlósnak. Parancs! Nem csak búcsúztattak, több katonát köszöntöttek is, illetve szolgálati jelet adományoztak nekik. Bem Cornélia Afganisztánban szolgált az elmúlt pár hónapban. Nem ez volt az első missziója, pozitív dolgokról számolt be. Nekem nagyon tetszett a feladat, nagyon sok színű, sokrétű, nagyon sok feladat hárult ránk, rengeteg látogatás zajlott a 8 hónapos mostani időtartam alatt, amelyet szolgálatomat töltöttem. Jelenleg egyébként több mint 500 magyar katona végez missziós tevékenységet Afganisztánban. A most kiinduló honvédek augusztus végéig maradnak kint. Egy korábbi bejelentés szerint magyar katonák 2014 végéig teljesítenek majd szolgálatot Afganisztánban, utána kivonják az országból a szolgálatot teljesítő egységeket. Ezzel egy több mint egy évtizedes missziós tevékenység fejeződik majd be.